Korlátlan ideig el lehet rakni például a fagyasztókba az ételeket. Nekem az a tapasztalatom, hogy főleg otthon fél évnél tovább, hogyha jó minőségű mélyhűtőnk van, tehát háromcsillagos mélyhűtőnk, akkor fél évig biztonságosan el tudunk tésztákat is és húsféléket is rakni. A profi, tehát mínusz 18 fok alatti hőmérsékleten való tárolásnál akár egy évig is elrakhatok a termékek. Utána nem nagyon éri meg, mert elkezdenek esetleg avasodni, tehát ott már érzékszermi változások fölléphetnek. De ha összevetjük azt, hogy ez normál hűtőszekrényben, például a húsoknál egy-két nap, persze azért vannak olyan érettebb húsok, főleg, hogyha jól megfelelően érleltek, akkor két-három napig is tárolhatjuk a hűtőben, óriási változás, hogyha le is fagyasztottuk. Tésztaféléknél én azt gondolom, hogy egy háztartási mélyhűtőben néhány hónapig érdemes tárolni, mert előjön az, hogyha véletlenül nem kellőképpen csomagoltuk be, akkor kiszárad, és akkor már valóban pont a legfontosabb értékéből, a frissességéből veszít.